Na szóval, sziasztok srácok, én Hunter vagyok, és érkeztünk a legújabb Brawl Stars-os ládanyítós videómhoz. Még nem is olyan régen volt egy közös ládanyítás live a haverommal, Vence30-szal. Együtt nyitogattunk élőadásban egy csomó-csomó ládát, rengeteg ládát, tényleg rengeteg fiókon, úgyhogy most ebből fogtok látni egy kisebb montást, látni fogjátok a legjobb nyitásainkat, a reakciónkat, és különböző érdekes vagy akár vicces pillanatokat, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek. Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy sajnos ebben a live-ban volt egy-két technikai probléma, szóval néha kicsit laggos az egész, néha kicsit ilyen slow-mo-ba, így nagyon belassítva nyílnak ki a ládák, és így ezer évig pörögnek ki a karakterek, szóval kicsit érdekes a dolog, de a lényeg az, hogy a karakterek nyitásán és az élményen nem változtat, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek! Ha pedig tetszenek a videók a csatornámon, szereted a ládanyításokat, szereted a különböző érdekességes tartalmakat, és még esetleg nem lennél feliratkozva, akkor nagyon-nagyon szépen megköszönöm, hogyha megteszed, tényleg neked csak egy egyszerű kattintás, akár a feliratkozás gomb, akár a mellette levő csengő, nekem viszont hatalmas segítség, úgyhogy hatalmas pacsi mindenkinek, aki ezt megteszi, illetve még jobban köszönöm annak, aki esetleg szól haveroknak, ismerősöknek, beküldi csoportokba, vagy bárkinek megosztja akár a videómat, akár a csatornámat, és ezzel is hatalmasat segít nekem. Úgyhogy köszönöm szépen, srácok, mindenkinek, aki bármilyen formában is segíti a csatorna fejlődését. Ej, 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 szevasztok, srácok, ciao, ciao, üdvözlök mindenkit. Ciao, ciao, srácok, szevasztok, sziasztok. Srácok, szevasztok, sziasztok. Üdvözlünk mindenkit a legújabb élő adásban. Ráadásul most nem egyedül fogom ezt az előadást végre hajtani, ugyanis itt van velem Vence 30 is természetesen. Szevasztok, srácok, szevasztok, szevasztok. Így is van. Végre régen van volt már, régen volt már, főleg live-ban régen volt. Ráadásul láda nyitás live-ban nagyon rég, úgyhogy... Egyszer volt összesen. Igen. Úgyhogy reméljük, hogy nagyjából ez így jó lesz. Na, igen. A legbrutálisabb akuntó, az egyik legbrutálisabb akuntó vagyunk itt a ládanyítások történetében. Lesz itt még fölül is egy pár, de először is Brockot fogjuk beklémelni, illetve Dynamite-ot, illetve Bo-t. Tehát konkrétan három új karakterünk lesz már itt zsinórba, valamint a Pessen Colonel Ruffs-ot is be fogjuk klémelni, hogy tényleg nagyon brutális a srác, hogy mennyi mindent hozott össze nekünk. Úgyhogy srácok, kezdjük el, lesznek különböző taktikák, így tényleg. Van. Különböző taktikák, minden, megnézem amikkel... azért a drop réteket. Na, Brock, srácok, be is klémeljük az első brawlerünket. Itt az új beklémelési képernyő, először látom ezt az új fajta kinyitási képernyőt, srácok, ezt már remélhetőleg különböző dolgoknál többször is fogjuk látni, akár kipróbáljuk az új legendary hátteret, az új fajta ilyen legendary kinyitást is, mert ugye most már így néz ki, ha kinyitunk vagy beklémelünk valakit, ami szerintem rohadt jól néz ki, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy ez nagyon király. Reméljük, srácok, hogy nem sokára egy karakternél is látjuk ezt. Úgyhogy csapatjuk nagyban, itt rengeteg láda lesz tényleg, úgyhogy mindenféleképpen remélhetőleg tudunk nyitni dolgokat. Itt is van, srácok, Dynamite, a második brawler, akit beklémelünk, szintén a nagyon menő új beklémelési képernyőnkkel, illetve megyünk is tovább természetesen különböző ládákra, kollekteljük is be, így is van, Brawlbox, srácok, ebben nincsen semmi. Semmi gond, Brawlbox, ebbe sincs semmi, itt is van. Srácok, nagyon jó lenne, Brockra tegyük, mert őt most nyitottuk ki, nagyon jó lenne, hogyha itt ficcenne már egyből valami karakter, mi történt. Igen, és itt van a harmadik karakter is, srácok, Bo, akit szintén bekollektelünk, így is van, már három karaktert kollekteltünk be, micsoda szép munka, srácok, micsoda szép munka. És itt is van, srácok, a Daryl Van skin, és a srácnak ne nyomkod el, mert... De ez nem volt meg neki még Daryl. Wow, menj már a francba, azt a minden. Azért pörgött ki ez. Azért mondom, mi az Isten, bevágolt a játék? Nem, srácok, nem volt meg Daryl neki, úgyhogy először a Daryl, és most kipörög a Daryl Van skin is. Így van. Akkor így, jól kell, így kell megszerezni a karaktert, így srácok. Kell megszerezni, srácok. Már négy karaktert szereztünk neki, és ez így fog menni tovább, ugyanis itt van még a 30-as tírnél Colonel Ruffs, úgyhogy nem nyitottunk még ki egy darab ládát, vagy fönt egy pár brawlboxot, már megszereztünk 5 új karaktert neki, úgyhogy srácok, ez már rohadt jónak mondható. Ez a Ronin Ruffs-ot, igen, így is van, srácok, ott is van a Ronin Ruffs skin egyből konkrétan, ott is ficcen, erről is van szó. Jaj, és akkor a pineket be lehet szedni, azt nyugodtan Vence 30 beszedheti. Én azokat én beszedem a pineket most. Vence 30 beszedegeti a pineket közben, srácok. Jaj, véletlenül. Jaj, de véletlenül. Esküszöm, véletlen volt. Na nézzük.
Mennyire nincs benne amúgy. Nem is láttam mennyi goldam, úgy 60. Jó, sok volt. És ott is van srácok! 84, hát nem készültem, de nem készültünk, igen. 84 coinnal ott is van a Jackie, erről is van szó, erről is van szó. Úgyhogy a srácok, csapatjuk nagyban a big boxokat, illetve a brawl boxokat, remélhetőleg ezek is már beadnak valamit, és be is adja a brawl box a szánkba konkrétan a kárt. Ott is van srácok. Srácok, én azt mondom, hogy Epic igaz, jó lenne az összes brawlert kinyitni. Az mindenképpen fogja, de egy szuperrel hiányzik már csak ezután neki. Az jó. Úgyhogy azt mindenképpen remélhetőleg nem sokára kinyitjuk, és akkor utána pedig jó lenne meglepni akár egy nagyobb karakterrel is, valami nagyobb nyitással. Srácok, 21 megaboxból nyissuk már legát. Nyissuk már legát. 3500 kupa, de 21 megabox. Nagyon brutális a srác, de ugye beklémeltük Colonel Ruffsot is, vagy minden, szóval úgymond legát is szereztünk meg neki. Meg Darylt is ugye úgymond beklémeltük, mert ugye a Daryl skinnel megkaptuk Darylt. Meg beklémeltünk fönn 3 trophy road karaktert, szóval már 7 karaktert szereztünk, de a nyitottak, ez beadja. Beadja, haló? Beadja. Haló, jó reggelt! Srácok, jó reggelt! Mitiket szeretnék látni. Így is van, így is van, srácok, én meg egy legát szeretnék látni, úgyhogy egy szuperert látunk, erről is van szó, de ez azért jó, mert megvan az 5x5 szuperer karakter, ami pedig azt jelenti, hogy megvan minden szuperer karakter a srácnak, és innentől kezdve már csak még ennél sokkal jobb karaktereket tud. Na, Sravin, GG akkor, hogyha Freeboxból Leon nyitottál. Az azért nem az, semmi. Az mindig jó, srácok, amikor a Freebox beadja. Így van, így van. Mindig, azon mindig meg lehet lepődni, mert igen, ugye mindig csak megnyomod, hogy... Hogy adja be a coint, igen, és akkor, és hát még fejlesztő pontokat ad be, ugye, akinek még nincs meg minden nekem. Már ugye coint ad, de csak ott is van, amit ízt! Ott is van, GG, ott is van, srácok, nem Epic, hanem egyből ott a Mythic karakter bizony. Az első Mythic az új háttérrel, az új kinyitási animációval. Ott is van, srácok, ennyit kellett várni. Nem is figyeltem. Egy 42 percet kellett várni az első mitikus karakterre, Epic még nem volt, de megjött, megérkezett, srácok, GG, végre. Srácok, megvan a 30k, megvan a mitik karakter. Ki az, aki szerint egy nagy szar Mortis? Hunter nem szereti a Mortiszt, és azt mondja, hogy egy nagy szar, én viszont elég jobb rollernek tartom, úgyhogy srácok, nyugodtan a chatre írjátok le, hogy szerintetek Mortis használható, illetve egy jobb roller, vagy tényleg egy nagyon-nagyon béna, illetve szar karakter. Úgyhogy srácok, mindenki írja le, hogy szerinte. Így egy egyes a tető, aki szerint jó Mortis, és egy kettes, aki szerint nem jó Mortis. Igen, srácok. Aki nem szereti Mortiszt. Egyes írjatok, hogy nem szeretitek. Nem azt mondom, hogy nem jó Mortis, hanem, hogy utána. Igen. Nem is az nem feltétlenül, hogy... Jó. Te srácok, ez is komoly. Mortis OP. Hát srácok jó. Ezek szerint én vagyok a hülye, lehetséges. Na de mindegy, örülünk azért, hogy kinyitottuk a srácok, reméljük, hogy ő is azt írja, hogy Mortis jó. Ilyen több... De írtok, valaki ír egy hármas. Mekkora forma. Lega Power, azt nem hagyjátok, a hashtag Hunter Gang, igen, minden jöhet, srácok. Minden jöhet. Lega, Bibi, Lega, Sandy, így is van, igen, Bibi. Van. Miért ragaszkodtok annyi a Bibihez? Frank, Byron. Srácok, szerintem Bibi lesz amúgy, esküszöm. Végén még tényleg Bibi lesz. Na. Bea, Mythic, Lega, Pam, Edgar. Edgar Epic. Szerintem Edgar... Hát igen, srácok, aki Epicet tippel, azért az... Eléggé egy ilyen biztos tipnek tűnik. Az egy magabiztos ember, aki nem kockáztat, hanem a legvalószínűbb ráteszi a tipmixen az 1,1-es szorzor, és akkor 1000 forintból csinál 1100-at. Igen, de srácok, én azt mondom, hogy nézzük is meg. Nézzük meg, srácok, hogy mi lesz a ládában, és ott van egy Gél bizony, aki mondjuk Epic ritkaságú, de mégiscsak egy kromatik karakter. Tehát erre aztán nem számítottunk, írtatok itt mindent. Igen, srácok, Gélt nem írtátok. Mondanám, hogy írtátok-e, hogy ki az, aki eltalálta, csak aztán meg mindenki, hirtelen mindenki azt mondja, hogy igen, én is eltaláltam. Igen. Mindegy. De ott egy kromatik karakter, srácok, vagy nem erre számítottam, de nagyon örülök neki, úgyhogy egy kromatikot is sikerült kinyitni. GG, srácok, erről is van szó. 21 megabox van. Egyet most csak több mint 200. Így van, csak így viccből egyből rányomunk, nem és látom. be is adja az új karaktert. Ott is van a Pam. Viccből kinyitottam. Viccből kinyitott és ledarálta a srác, és ott is van a Pam, srácok, meg is van a második Epic karakter. Így kopogok? De nem kell ennyiszer, nyaljam meg a hangodat. Nincs, túl kapottam. Vecz, amit olyan hangosan kopogott, megijedt a ládát. Megijedt a karakter benne. Megijedt benne, és elfutott inkább ebbe a ládába, ami most jön. Igaz? Úgyhogy majd ezt fogja beadni igazából. Nézzük meg, srácok, hogy ez tényleg lesz. Akkor ebben kettő legyen. Ebbe is karakter volt, és az, ami előbbi, akit kikopogtatunk, az átfutott ebbe, nem? Ilyet szóval, aki fenék taktika.
Most srácok, megsimogatom, jó? Megsimogattam! És meg kell és simogatni, is van. Szeretni kell a brohasztás, srácok, szeretni így is kell. Van, srácok, meg kellett simogatni, és be is fogja adni az új karaktert, ez garantált. Nézzük meg, hogy epic, mythic, legendary, vagy chromatic új karakter lesz jó benne. Lesz igazából, és bizony ott is hogy van a Bibi, ott is jó van az új epic karakter. Jó az, srácok, az is valami, és ott is van a token duplázó is. Nézzük, srácok, mi lesz benne, hozzuk össze a legát. Tényleg chromatic is lehet, össze ugye? A legát, vagy akár a chromaticot, vagy valamit. Nézzük. Nézzük is meg, és Nani! Jó az. Jó az az epic karakter is, már a negyedik a hétből, egyáltalán nem mondható rossznak, de azért, de hát azért kéne, még kéne egy azért nagy... még valami nagy nyitás. Még benne van, srácok, még van egy-két láda. Nem lesz. Srácok, 21 megabox, azért tök jó, hogy összehoztuk azt, hogy meglett neki Colonel Ruffs, hogy ezt beklimeltük, kinyitottuk Gale-t, kinyitottuk Mortis-t, kinyitottuk Nanit, kinyitottuk Bibit, kinyitottuk Pemet, kinyitottuk Jackit, kinyitottuk Card, Daryl-t, Rico-t, úgyhogy azért nyitottunk ki karaktereket. Sajnálom. És azért a Mortis jó, hogy összejött. Én meg vagyok azért elégedve, jó lett volna nyilván még bead egy legát is, de én azt mondom, hogy ez mindenképpen azért jónak mondható, úgyhogy remélem, hogy azért ő neki a srác, és nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer. Igen, hogy ennyi ládát. Rengeteg ládát, ténylegesen így van. Na, srácok, megyünk tovább, van még rengeteg fiókunk. Sírva fakad lenned, igen, srácok. Sírva fog fakadni a gyerek, konkrétan. Ennyi láda, srácok, 132 mennyi? 600 token duplázó van. Mennyi láda, srácok? Kicsit sem irreális. Szerintem most egy gyakoribb lett amúgy most már az elmúlt időben, jó pár, többször is nyitottam már 600 token duplázót. Tért taktika, és végre legalább valami konkrétan bejön, ott is van, srácok. A Tick Gadget, az új Tick Gadget, ami amúgy nem rossz egyáltalán, a Brawl Box legalább beficentette a szánkba. Legalább valamit már nyitottunk, srácok. Legalább már nem mindig a karakterről nyitás nélkül, de persze nyilván nem ezzel a célra jöttünk ide feltétlenül, hanem azzal, hogy azért itt is jó néhány megabox, amiket majd megint meg fogunk számolni, hogy mennyi, és itt is rengeteg van. Tudjunk valami jó dolgot nyitni, és bevillan a szánkba még egy gadget, erről is van szó. Ott is van Shelly-nek, pontosabban Jessie-nek a gadgetje, akiket körülbelül 3 év Brawl Stars-ozás után még mindig összekeverek, név alapján csak. Annyi láda van, hogy hihetetlen, mindenki több órát, több napot, több hetet játszik azért, hogy ennyi ládát összegyűjtsön, és nem adja le. Hát, majd most befogja, figyelj! Ököl, és megint az ököl! Jó, ezt én és megint az ököl taktika! Nézzük meg, srácok! Pöröge ott végre! Az új brawler! Pöröge ott végre! Vence 30 újra fogja megnyomni, és ett a gadget! De kár! Jó, Istenem! Na, bepörgetem a ujjamat, srácok! Az anya Vence 30 volt a ládában! De Vence 30 benne lesz a ládában, és benne! Nézzük meg, hogy Vence 30 most egy Leon vagy egy gadget formájában lesz benne a ládában, vagy esetleg egy Star Power formájában! Méghozzá egy Tara Star Power. Na srácok, voltak gadgetek, most a Star Power nem, mert izé, mert laggolni fog jobban. Laggolni fogunk, így most, így most jobb. Na srácok, úgyhogy ez már valami. Na most Vence 30, nézzük, nem hogy mire képes. Nem baj, majd most megtanulsz. Nézzük meg, és nem. Nem tudok nyitni, mondom. Let's go, következő láda, nézzük, hogy ebbe esetleg benne lesz-e valami ravasz. Állal megnyomom, én még nem nyomtam ma meg állal szerintem. És nagy én egyszerűen hozom az itemeket. Vence 30 semmit nem nyit az ég világon. Viszont én ott hozom az új itemeket, úgyhogy szeretnék ebben a ládában végre már egy karaktert látni. És nem hiszem el, srácok. Vence 30 vissza felpörgött Hunter, meg csak úgy nyitja a karaktereket, mint a... Én nyitom a karaktereket, Vence 30 meg csak itt emberkedik. Csak rányom, és mindig ilyen rosszakat nyit a Vence. Ott is van. Az arányzak nem szabad rányomni. De jó ez. Rico, hát annyira nem azért. Gyerünk. Hashtag Lega. Jöhet a hashtag Hunter Gengerő. Hozzuk össze, srácok, az új epic karakter. Na, ez is valami. Hát még el is hiányzik neki. Ennek örülni kell a Beának konkrétan. GG. Hát ez nem szuperrel és nem is rare. Úgyhogy még talán minden szuperrel szinte hiányzik neki 500 kupánál. Ez jó, srácok. Hát ne, nem kell szomorkodni. Vence, nem látványosan nem örül neki, de... Ez látványosan nem örül. De ez jó attól függetlenül, ennek örülök. Nem tudom, srácok, én azt gondoltam... Vence, amit csak legendary tűnik, de nem megabox. Nem is. Vence mit kiemberkedi a megaboxot, de hát nem is ott tartottunk, de nem baj. Véletlen volt. Vence viszont nagyon akarja már a karakter. Nagyon, de srácok, ez hihetetlen egyszerűen, hogy nem adják be a ládák. Nem igaz!
Nem baj, srácok, Star Power. Megvolt itt is a gadget, megvolt itt is a Star Power. Legyen meg már itt is egy karakter. Legyen már itt is egy karakter, és ott is van! GG! Ott is van az új karakter, nem más, mint egy Jackie, bizony, bizony. Erről is van szó. Na figyelj! 3, 2, 1, és ott van! Boom! Végre! Végre, srácok! Ott is van a mitik karakter! Első mitik karakter a srácnál, és méghozzá egy Byron, aki egy nagyon jó karakter! GG! Végre valahára! Végre valahára, srácok! GG, srácok! Ott is van! Ott is van! De örülök neki! Köszi a GG-ket, srácok! Ott is van! Mekkora nyitás lesz! Már megérdemeltük ma! Lenc 30 is fölugrott nagy nehezen végre! Hát, Isten, srácok! Ez már... Jaj, srácok, ez jó! Ez kellett már, mint... szaras ebből, úgyhogy ez meg is van. Na nézzük tovább a big boxokat, még van megaboxból jó sok, és most kapja Byronre, és ott villog megint valami, és ott, az pedig nem más, mint egy Nani újabb karakter! Boom! Ott is van ugyanis csak egy epic karakter, de örüljünk el neki is. Második epic-e is már kinyitottuk Byront, azért ez sem mondható éppenséggel rossznak konkrétan. Gésimul a G-hez, köszönjük szépen srácok, mi a fácán, azaz, na ez most két nagyon jó nyitás volt egymás után. Erről is van szó, erről is van szó, srácok, haladunk, azért itt még mondom, lesznek meg ák is, meg minden. 45-tel előbb beadta, ez most nem. Hát, ha srácok, ez majd 31, az srácok, beadja megint. Easy konkrétan, srácok. És ez nem lenne más, mint egy újabb karakter, srácok, ott is belejövünk, a friend. Belejövünk, nagyon jó. Pörgünk fölfele, srácok, így lassan 2 óra után. Tehát, hogy még lehet gadget, meg SP is. Úristen, mi az jó, franc történt. Hogy kell? Így kell! És ott van az újabb karakter, hát hihetetlen srácok, ott van az újabb epic, már a harmadik epic a karakteren. Erről van szó. Hát ne arra gondoljatok, hogy ilyen furán pörögnek most ki a karakterek, valószínűleg a videóban, amit utólag fogok a streamből összevágni, nem lesz túl élvezetes, de azért remélem, hogy nem baj, hogy csak így pörgetjük a karaktereket. Raki azt mondja. Fácán taktika. Fác? Jó, nem fácán, egyszerre nyomjuk és fácán. Jó, 3, 2, 1. Fácán! Fácán! Hát nézzük meg, srácok! Fácán taktika, 3, 2, 1, és Fácán, és Fácánnak beadja egy izét, egy Star Power-t. Nem baj, ez a Colorado Star Power-ja, az jó. Csáó, Gabi, szevaszó, ki most ért ide. Érdemes lesz visszanézni a streamet, mert ez elég durva dolog volt, és meglepi egy epikus karakterrel, bizony. Ott is van, srácok, a B, erről is van szó. Na, hát ez jó. Nem. Fogadjunk, hogy nem nyitsz a megaboxból semmit. Bum! Hát ez az ököl taktikát, ez ma elképesztő, srácok! Ez ma elképesztő, jó, hogy nem fogadtunk Vence 30, hogy nem nyitott belőle semmit. Ez még nem lenne más, mint egy Frank, még egy epic karakter. Na hát, srácok, ez nagyon jó eddig. Konkrétan 2 darab epic karaktert nyitottuk, és ott a token duplázó is, és konkrétan azért megmutatnám, hogy olyan akkuntan, ami El Primo sincs meg, és még egy csomó szuperrel epiket nyitottunk, 2 is egymás után, hogy ez mindenképpen jónak mondható szerintem, és nézzük még meg ezt a megaboxot. Hát nem tudtam megvárni a teptepet, azt hittem már bejön. Mert rányomtál, tesó. Azt hittem meg bejön. Nincs több láda. Itt lesz esetleg az új karakter. Nézzük meg, hogy itt sikerül meglepni a srácot. Nézzük is meg, és egy Jackie-vel azért sikerül. Nem egy nagy nyitás, azért nem egy óriási nyitás, de azért új szuperer karakter Jackie mindenképpen jónak mondható, hogy az egyetlen egy megaboxából sikerült valamit nyitnunk azért 1500 kupán, Poco pedig, ahogy jól látjátok, tátok valami érdekeset. De majd erre kitérünk másik videóban. 6 item. Elpörgetem egészen idáig. Egészen idáig kell egyébként elpörgetni, és nézzük meg, srácok, hogy netalántán beadja-e az új karaktert, és ott is van a Sprout! Mizu! Hát ez egy mitik karakter, a harmadik mitik karakterünk a mai streamben. Hoppá! Mondjuk hát nyisson ládán. Srácok, hatalmas nyitás. Sprout, uraim! Ott is van a Sprout, végre valahára. GG! Ott is van, nem tudom, hogy tud a gadgetet meg SP-t nyitni, de a lényeg az, hogy ez ne az legyen. Ott is van! Úristen, de Leon formája volt! Azt hittem, hogy Leon hallott. Én is azt hittem. De nem baj, srácok, ott is van a Colette. Ez egy rohadt jó akunnak, mondható 3 megaboxból. Nyitottuk egy mitiket, és egy kromatikot, ami ugye epic ritkasággal nyitható ki.
Srácok, nagyon nagy GG. Nagyon nagy GG. Ez nem semmi. Ez szép volt. Ez szép volt mindenféleképpen. A dupla taktika mindenképpen be kellett, hogy adja a végére az új karaktert igazából. Úgyhogy srácok, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Elnyomom a reklámot, és akkor jöhet is a végére néha kis muzsika. Találkozunk legközelebb is, srácok. Köszi, köszi a figyelmet. Ciao, ciao. Sziasztok, srácok. Ciao, ciao. Bye-bye.